Na, sziasztok, én Alex vagyok, és a mai videóban, igen, még egy videó, ne szokjátok meg, de amúgy megszokhatjátok, mert kezdek visszatérni, mondjuk azt, tehát kezdek visszatérni a csatornára, próbálkozom visszatérni, majd live-okkal is, nem csak Minecraft egyébként, tehát live keretén belül, hanem majd lesz más játék is, de azt igazából csak fanból, tehát azon nem szeretnék túl sok mindent elérni, csak úgy nem tudom, fanból, mint a Bed Wars-os live-ok igazából, csak fanból nyomattam. Na mindegy, tehát térjünk rá egyből a lényegre, mert már tudjátok milyen spawner jön be, már be is jött egyébként, pár perce jött be a spawner, az új, a Witch spawner, aki egyébként nem tudná, sem látta az előző videót, nagyon sok hasznos infót mondtam el az előzőben, azt nézzétek meg. Egyébként ezt a szigetet, aki még nem látta, írjátok be az én nevemmel a warpot, és akkor meg tudjátok nézni. Ezt az én kettő kezemmel építettem, csak úgy gondoltam egyik hajnalban, hogy jó lenne valami sziget, és akkor tessék, itt építettem egyet, szerintem nagyon jó lett. Igen, sok ház van rajta, luxus villa, minden, na mindegy, ja, meg hajók, igen, tehát hajók is vannak. Tehát, ami fontos, mit kell tudni a Witch spawnerről? Mindenki a chaten írja, hogy jaj, nem éri meg, tehát ez szokásos, ez amikor az Endermite spawner jött be, ugyanez volt a chat, tehát mint tulajdonos igazából deja vu érzésem van, de mindegy, csak más játékosokkal, és egyébként július 7-én jött be az Endermite, próbáltam úgy időzíteni, hogy mondom, jó, akkor pont, tudjátok, akkor egy évre rá, akkor kijön az új spawner, akkor tök faszán néznek ki, hogy akkor 2020-ban kijött az Endermite, akkor 2021 pont ugyanakkor kijönne a Witch spawner, na mindegy, nem sikerült sajnos, na mindegy. Tehát, hogyha csak azért jött ide erre a videóra, hogy megnézd, hogy megéri a Witch spawner vagy nem. Röviden elmondom, igen, megéri. Tehát jelenleg, mint annó a Silverfish és az Endermite-nál, háromszorosan többet hoz, mint az Endermite. Jelenleg a Witch. Tehát a Witch háromszorosan többet hoz, mint az Endermite. Ez annó ugyanígy volt a Silverfish és az Endermite közötti különbséggel. Tehát háromszorosan többet hoz. És akkor még amit nagyon sokan megkérdeztek, és szeretnék is egyből válaszolni, hogy ne legyenek félreértések. Többet hoz-e jelenleg a Witch spawner, mint annó az Endermite? És erre is a válasz igen, 20-30-40%-kal attól függ, hogy laggol a szerver, vagy hát mennyire nem laggol inkább a szerver. Jelenleg 19-20 TPS között van, tehát most jól hozna a farm, de általában mostanában tartja ezt a tempót. Mindegy, tehát ez az első dolog, amit figyelni kell, második dolog, hogy mennyi Witch spawnol le egy darab spawnerből, ugye, 1-4-ig tudnak leszpawnolni, ugye ez változó, és hát nyilván, hogy hányas tír a tíről spawner, tehát 5-ös éri meg a legjobban, a sima 1-es, nem is 1-es szintű, a sima, tehát a tír 0-ás igazából, nevezhetjük így is, az meg nem nagyon éri meg, tehát minél jobban, ahogy tudjátok, egyből tier 1-re húzzátok fel a spawnert. Ja, tehát ezt tudom tanácsolni, mikor megszerzitek az első pár Witch spawnert. Na, tehát a másik kérdés az is lehet, hogy honnan lehet szerezni Witch spawnert. Tehát azt kell tudni, hogy ezt nem lehet ugyanúgy venni dollárért, tehát mindenhonnan máshonnan lehet szerezni, kivéve dollár. Értő, ezt azért tartom ezt az állást igazából, mert azt vettem észre az Endermite-nál, és hogy sokkal értékesebb, sokkal több a value benne, mint az, hogy most dollárt meg tudod venni, és akkor bármikor tudsz venni Witch spawnert, ezt meg csak szerezni tudod bizonyos helyekről, ami tök jó. Tehát jelenleg a Chrismon ládából tudod szerezni, az a legkönnyebb, tehát az, ami a játékon belül könnyen hozzá tudsz férni. Hamarosan Envoy-ból is tudsz egyébként, ugye amikor bejön majd az Envoy update, amit mondtam, akkor lehet nyitni egy kicsi mennyiségű Witch spawnert. Supercrate-ből is lehet nyitni, tehát MX spawnra is közben mutogatom. Tehát kettő ládából lehet nyitni, a Super és a Chrismon, nyitogatják is egyébként. Ebből a kettő ládából tudjátok nyitni, a Draconicban nem, tehát az marad így, ahogy van.
Griezmann az, mert ugye írtátok egy csomó, hogy a Griezmann láda nem éri meg, akkor most már van egy indok, hogy miért nyitogassad. Úgyhogy elég jó. És ezen kívül még jelenleg kettő helyről lehet szerezni. Ugye a lootbox, a holiday lootbox, tehát ez fontos, hogy a holiday lootboxba lehet szerezni, és nem a summerből, nehogy ezt tévesszétek. Illetve még a webshopból lehet szerezni. Tehát erről a négy helyről lehet jelenleg, ez bővítve lesz, de jelenleg így kiadáskor erről a négy helyről lehet szerezni. Amit én fontos tudni, tehát ide beírom, hogy per shop. Itt van 6 féle spawner, ugye? Tehát nem úgy, mint annó, ugye az OG Silver Claw-osok tudják, hogy össze-vissza valamelyik spawner jobban megérte, mint a másik. Sorban érik meg a spawnerek, tehát van a Witch, akkor az éri meg jelenleg a legjobban. Az Endermite úgy már nem ment a kukába, mert sok ember azt írja, hogy jaj, ment a kukába. Nem ment a kukába, csak a második lett, tehát ez mindig spawnerrel előfordult. Volt, amikor az Iron Golem volt a legjobb, és azóta nézzétek meg, hányféle spawner jött be. Tehát nyilván amiatt meg nem panaszkodnak. Hiszen ezt egyébként át kéne írnom, mert ez már outdated. Tehát emiatt nyilván nem panaszkodnak a játékosok, hiszen jaj, akkor nem is voltak itt, és akkor jaj, az Iron Golem úgyis szarizé hozé, de akkor volt egyszer a legjobb, tehát na mindegy. És nyilván a játékosok emiatt nem panaszkodnak. Na mindegy, anya lényeg, hogy itt vannak a spawnerek, tehát ez a 6 spawner van. Az Endermite igazából a második helyre került le. Witch ugye meg az első, hiszen hát behoznék egy új spawnert, és mondjuk az Endermite mögött lenne, akkor annak mi értelme lenne? Ugyanúgy mindenki Endermite-ot használna, és nem lenne értelme. Tehát értitek, mint mondok. Na mindegy. Igazából szerintem ennyit akartam mondani. Nem tudom, hogy mit kéne még mondanom a spawnerra. Nagyjából ennyit tudtam, ami fontos, ugye, és tényleg tudnatok kell. Talán még olyan videó jön, hogy bemutatom, hogy mennyit hoz, ugye, hogy ne az legyen, hogy Alex kamuzik. Hanem mutatok is valamit, hogy lássátok, hogy ez így van. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, azt megköszönném, és akkor hát egyből kaptok értesítést igazából, hogy van videó, mert nem fogok mindig everyone-ozni a Vanity DC-n, hogy most jaj, lett egy új pontos szíveklovos videó, tehát igen, tehát nyomjátok meg a csengőt, és akkor kaptok egyből értesítést. Na, sziasztok!